Hello, hello emberek, gondolkodtatok már azon, milyen lenne különböző testrészekből összefélcelni egy élő holt rabszolgát, akit utána rászabadíthatunk a világra? Én is, és jó hírem van, mert nem kell tovább kerestünk, mert itt van nekünk a Necrosmith vágyaink kiszolgálására, amit innentől csak Necrokovácsnak fogok hívni, és pont ezt kell majd benne csinálnunk, némi roguelike fejlődési elemmel megspékelve. Nosza rajta, vágjunk bele a nekromantáskodásba. Itt van nekünk egy már egy kicsit megkezdett játék, fél órát, ha játszottam vele. A lényeg az, hogy egy-egy küldetés, vagy inkább futam között ide jövünk vissza, és itt fejleszthetjük a kis személyes boszorkány konyhánkat, attól függően, hogy az előző alkalommal mennyi pénzt sikerült bezsákolnunk így a élőholtjaink jó voltából. Szóval fejleszthetjük ezt a cicát, fejleszthetjük ezt a zombikar cserepet, meg van egy Tesla, meg Kovács műhely, meg dolgok, amik így majd hozzáadnak a játékhoz és fejlesztik, és ettől lesz roguelite, mert hogy ahogy fejlesztjük itt a berendezést, egyre jobban, egyre tovább fogunk tudni jutni, és egyre változatosabb élőholtokat tudunk feltámasztani. Na, akkor kezdjük is el, csapassuk. Na, itt indulunk, ó, kaptam spelleket, oda nézd meg, tudunk javítani is most már. Na, itt volna a mi kis kastélyunk, itt fogjuk kotyuvasztani a zombikat, élőholtakat, meg különféle szörnyű borzalmakat, és jó, visszamennék a kastélyra, köszönöm szépen. És először is az itt lévő testrészekből kell őket összeraknunk. Van itt fej, ide húzzuk, jobb kéz, bal kéz, jobb láb, bal láb, jó, most pont fordítva mondom, de ez ne tévesszen meg senkit, és akkor már készen is van. Ez a csontvász harcos 12 manába fog kerülni, úgyhogy már is itt van az újraélesztési pancs, itt látjuk egyébként a statjait, úgy mint életerő, páncélzat, gyorsaság, és hogy milyen messze lát el. És akkor már is az újraélesztő mágiával van egy csontvász harcosunk a várban, de még nem jött ki. Na, csinálok még egyet, csak a rend kedvéért, és van itt nekünk lehetőségünk elmentve templétekből is építkezni, úgyhogy már így behúzom, amit lehet. Hát nem volt pont olyan karom, amit elmentettem a templétben, de semmi vész, rögtön behelyettesítettem, úgyhogy ő 10 manáért egy ilyen csontvás pajzos varázsló lesz, és itt jön a játéknak a savaborza, és gyakorlatilag különböző testrészeket fogunk tudni találni, szerezni, összerakni, kihányni magunkból, és ezeket utána felhasználjuk, hogy összelegózunk belőle egy tetszés szerint élő holtat, és újraélesztve rászabadíthatjuk a világra. Na, akkor tegyük is ezt meg. Elindítom az időt. Menjetek, szolgáim! Na, hát ezek el is indultak, és már itt darabolják föl, amit így maguk előtt látnak, és közben különféle nyersanyagokat találnak nekünk, úgy mint pénzt, manát, testrészeket, de hogyha nem lennénk megelégedve a teljesítményükkel, akkor rájuk kattintunk, és VASD-vel irányítva átvehetjük felettük a manuális irányítást. És gyakorlatilag erről szól a játék, hogy így szépen generáljuk magunknak az élő holtakból álló hadsereget, fejlesztjük őket, különféle testrészeket, meg nyersanyagokat szerzünk, és tovább fejlesztjük a palotánkat, meg amit még találunk. Ó, és nem elfelejtettem mondani, hogy közben a palotánkat is be fogják támadni különféle élőlények, de aggodalomra semmi ok, már is rakom össze a következő gipsz jakabot, mégpedig egy ilyen íjász, pajzsos felállásban. Hál' Istennek azért találtunk neki kellő mennyiségű testrészt, úgyhogy éj teremtményem, kelj életre, de itt még nem állunk meg, még egyet megpróbálok itt kihántani magamból, lesz egy ilyen varázskönyv meg pajzs, és 2 láb, mert az is jó, és 14 manáért ő is életre kell, és már is rászabadítom őket a világra, és egyből mennek rá ezekre a gombás pókokra, vagy mikre, és kapták ott az AOE-t rendületlenül. Na, viszont a lényeink sem élnek örökké, leginkább meghalnak, hogyha érintkeznek ellenfelekkel. Tehát 2 dolgot tehetünk, vagy manuálisan vezéreljük őket, úgymond mikromenedzselve mindegyiket, hogyha látjuk, hogy így ellenséggel találkoznak, vagy pedig hát hagyjuk őket, hogy tegyék a dolgukat. Ó, közben letelt egy nap, és ilyenkor automatikusan mindig újabb nyersanyagokra tehetünk szert, amit én már fel is használok a következő lényem elkészítésére. Szerintem ő belőle egy ilyen nettó DPS-t csinálunk egy varázspálcával és egy ípuskával vegyítve, 14 manáért pont kiférő, úgyhogy menjél, tedd a dolgod. Júj, és ott van egy ilyen pokoltanya,
Na, azok tenyésztik ezeket a lényeket, tehát nincs más dolgunk, mint oda küldeni a lényeket, vagy azok megtalálják ezeket maguktól is, és utána szépen felprédálják az egészet. És utána nem fog jönni több fenyegetés a bázisunk felé, legalábbis egy ideig, amíg a következő pokoltanyáról, ami itt van a sarkon túl, valahol itt a ködben, újabb lények érkeznek irányunkba. Ó, és ott már jönnek a gombák, meg a pókok, meg a minden, nem baj, már nem sok élete van annak a kis akárminek, annak a kis tenyészetnek. Ó, még kukacok is jönnek, hát ez fantasztikus, jó, nem baj, itt azért vannak csontvázaink, akikkel megoldhatjuk ezt a problémát. Közben találtam egy páncélos holttestet, jó, akkor ezt is szépen berakjuk, kap egy kardot is a kezébe, kap egy jó koponyát, kap egy lábat, meg egy másikat, jó lesz az. Ó, és erre már nincsen sajnos manám, úgyhogy meg kell várnom, amíg mana birtokába jutok. Nem baj, itt a kukacokat, itt északról is jönnek a problémák. Gyerünk, hajrá, öljed. Megyünk vissza a kastélyhoz. Illetve megnézem, hogy ebből a villámcsapás támadással én így mit tudok csinálni. Valószínűleg ez manába fog fájni. Ó, ez az! És közben kaptunk egy új épületfejlesztést. A csontok csarnoka. Minden szintlépéssel négyel elősödnek a csontvázak. Valahogy ezt nem egészen értem még, de a lényeg az, hogy ezzel gyakorlatilag a központunkat tudjuk fejleszteni. Nincs más a szükségünk, mint kősziklára, ami pedig egy harmadik fajta nyarsanyag a mana és a pénz mellett. Pénzt nem nagyon fogunk itt használni, azt a különféle kalandjaink között fogjuk tudni beépíteni, de én ezt már is felfejlesztem, úgyhogy egy picivel több életereje lesz. Ó, közben eltelt egy újabb nap, és ez újabb alkalom arra, hogy újabb testrészeket kapjunk. Már is, még egy fejlesztést így végrehajtok. Szuper. És közben itt mi történik? Ó, ott van a következő tanya. Nagyon jó. Akkor én őt el is engedem, hogy tegye a dolgát. Vannak itt időközönként ilyen bányatelepek, meg kripták, meg egyebek, amiket, hogyha bezsákolunk, akkor automatikusan termelnek nekünk bizonyos nyersanyagokat. Úgyhogy érdemes ezeket külön előszeretettel keresgélni. Jó, 18 mana az megvan, úgyhogy már is készülhet a páncélos csontváz lovag, aki már megy, teszi is a dolgát, és a következő delikvens. Hát lássuk. Szintén egy páncélos hadtest, legyen neki egy varázskönyve, mert avval csinálják a fagyos AOE-ket, és legyen neki egy varázsképessége. Fejből még nincs olyan, mint az egyszerű koponya, bár itt van már egy ilyen pajzsos zombi kéz is, és igen, ahogy haladunk előre a játékban, egyre erősebb élőhold testrészeket fogunk kapni. Úgyhogy ebben bizakodván majd lesznek szépen gólemek, meg lávaszörnyek, sárkányok, meg mit tudom én micsoda. 16 manába kerül ő, úgyhogy ő is jöhet egyből. Tegyétek a dolgotokat, srácok. És nekünk igazándiból egy dolgunk van, hogy figyeljük itt a képernyő sarkában megjelenő kis felkiáltó jeleket, mert azok bizony a gonosz erők, vagy nem annyira gonosz erők, akik megpróbálják meggátolni viráguralmi ambícióinkat. Na, közben itt folyamatosan teszik a dolgokat, tehát egyfajta ilyen autóüzemmódba kapcsolnak az élőholtak. Hoppá, újabb lények serege. Ó, és itt kettő házikó is van. Na, hát ez nem túl jó hír. De már izzítják ott a lovasságot. Nagyon helyes. Gyerünk, ott azokat is kicsinálni mindet, és az a jó, hogy ezek a lények dobnak nekünk kincseket, tehát ezeket kaszaboljuk és folyamatosan életben tartunk minél több lényt, annál több esélyünk lesz a túlélésre. Most próbálom én itt azért lezergelni, ami jön velünk szembe, közben, ó, távcső, valószínűleg egy újabb ilyen szörnytanyát felszámoltunk a szörnyeinkkel. Igen, ez így eléggé ironikus, de nem baj, csináljad. Közben újabb felkiáltó jel kiáltott fel itt a képernyő szélén. Igazándiból az lenne a legjobb, hogyha mi ilyen távolsági DPS karikkal tudnánk így feldúsítani a seregünket, mert ahogy látjátok, hogyha a közelükbe mennek, akkor azért az úgy fáj nekik. Mi ez? Termékeny, vagy trágyázó csarnok. Ó, ez regenerálja a holtakat. És csak 20 kő az ára. Jó.
akkor már csak kőre lenne szükségünk, úgyhogy hajrá gyerekek, hajrá! Hál' Istennek azért minden egyes nappal újabb nyersanyagok kerülnek birtokunkba, de ettől függetlenül nem végtelen a nyersanyag mennyiség. De ahogy látjátok, megjelentek a zombi alkatrészek, úgyhogy már is hozom az első zombinkat. Becsukom ezt egy picit. Na, alapvetően nem szeretnék annyira közel harci zombit. Tehát ha mód van rá, akkor inkább megtartanám a távolságit, és legyen neki egy ilyen pajzs is a kezében, jó kis zombi test, zombi kard, most ilyen köpeny is van, de ez lehet, hogy ilyen köpenyes zombi az jó, mert az akkor csinál magának egy ilyen varázs pajzsot, és hát legyen vastag lába, vagy vékony lábú zombi, az úgy jó lesz, egy ilyen félig lerohadt csontos ípuska kézzel, 34 manába kerül, tökéletes, jöhetsz is barátom, gyere éppen ide, és van itt egy másik épületünk, valahol messze, ez egy portál, ezt is lehetőségünk van elérni, és feloldani, és az annyit tesz, hogy onnan fogjuk spónoltatni az újabb lényeket, tehát nem innen a palotából fognak mindig elindulni világhódító útjukra, hanem mondjuk közelebb az ellenfélhez, vagy a még meg nem hódított területekhez. Oppá, 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 futi, 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 ne titankoljátok meg a cecelegyeket, köszönöm szépen, ez az nagyon jó, mindjárt itt ez is elpusztul. Ó, és találtunk egy ilyen kigyúrt zombi testet, közben nézem, hogy jön itt valahol felkiáltó jeles. Ó, arany! Aranybánya! Van itt emberem a környéken? Mert akkor, ha nincs, akkor legyen. Sürgősen. Vagy nemes egyszerűséggel ővele megindulok. Manuálisan, aztán meglátjuk, hogy meddig jutunk. Reméljük, hogy a többiek szedik össze a cuccot. 18 darab pénzem van, ott az aranybánya, már megyek is felé. Sehol felkiáltójel, nagyon jó, ezt pont így szeretjük. Oké, ez még nem az aranybánya, ahhoz még lejjebb kell menni, de miután megvan az aranybánya, nem lesz gond a pénzmennyiséggel se. Szükség is lesz rá, ugyanis ezt a pénzt tudjuk majd visszaforgatni a küldetések között abba, hogy újabb dolgokkal fejlesszük varázsrepertoárunkat, vagy esetleg zombi arzenálunkat. Egyetlen egy súlyos kérdésem maradt csupán, hogy meddig kell-e... Ó, még egy aranybánya! Nagyon jó! Hogy hol van a következő ilyen verem, ahonnan előbújnak a csúnya lények, akik egy idő után konkrétan fegyveres osztagok lesznek. Ó, az ott mi? Hűha! Miért érzem azt, hogy az ott lőni fog? Ja nem! Ez nem lő, ez konkrétan meggátolja, hogy átvegyem az irányítást a lényem felett. A fekete obeliszk, opá, közben itt bajok jönnek észak felől. Na mennyi manába fáj nekem egy ilyen képesség? Jó, mondjuk itt a cecelegyeket azt így agyonlövöm. Úgy, szép, de ojja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 j
hogy milyen varázsképességeket tudunk így latba vetni. Van egy villámszóró, az nagyon jó. Van egy buzogányunk, ami egy ilyen, hát, ha jól emlékszem, az már egy fokú AOE-t feltételez. Na, viszont van itt egy ilyen páncélos zombi test, az jöhet. És nézzük, van itt egy sisak, ami 20 életerőt ad meg egy páncélt, meg látósugarat, vagy pedig egy varázsló, ami igazán nem túl gyors, és nem túl... a varázsló az annyira nem menő. De... Ez a zombi, páncélos zombi fej, ez már sokkal menőbb. Igen, ezt fogjuk használni, és akkor hát legyen egy kigyúrt lábunk, meg egy nem annyira kigyúrt lábunk, és akkor hát ebből gazdálkodunk 59 manáért. Hű, az igen. jól van. Van 63 pénzünk is, úgyhogy nézzük, hogy tudjuk-e regenerálni jobban a cuccokat némi trágyázással. Hát én bízom benne, hogy akkor ezek így regenerálódnak. És 25-ért még egy kicsit több csontváz alkatrészt, az is rendben van. Jó, engedjük ki ezt a lényünket, és akkor menjünk be. Oppáré! Hát ott van villámcsapás támadás, Pikachu! Na akkor csapassuk, közben nézzük, hogy milyen új képességeket, meg nyersanyagokat zsákolunk be. Folyamatosan figyelemmel kell kísérni így a pálya szélén. Ó, ott már hentelik őket, de jönnek kutyák is, jó? Kutyákra vigyázni kell. És ott ilyen buzogány csapások is vannak, ami egy nagy lilla pukinak látszik most innen. De higgyétek el, azok buzogány csapások. Ó, és közben a kutyákat is intézzük el, nagyon jó. Hát ez a zombi, ez kemény. Ez már nem viccel. Az ott mi? Mi?
mihez? Viszont nagyon megfogyatkozott a seregünk. Ellenben az ellenfeleink seregei azok jönnek csőstül. Na nézzük, hogy a páncéljuk vezeti az áramot. Ja, egész jól. Csak kár, hogy nem öli meg őket. Na majd mindjárt agyonverem őket. Úgy. Közelébe nem megyek. Lehet, hogy itt maradok így DPS-ként és őrzöm a várat. De várjál, délről is jönnek. Na, ez nem lesz jó. Ez nem lesz jó. Lehet, hogy be kéne húznunk pár élőholdat itt a közelbe. Ja, de ezeket a kis cecelegyeket instant öli. Hál' Istennek, de most délre is mennem kell. Ajajajajaj, várjunk csak, azt még megbírom ott ölni. De viszont elfogynak a csatlósaink, hello. Jó, azt megöltük. És kaptunk egy ilyen kigyúrt zombi kart. Viszont egyre többen gyülekeznek a sötét felhők körülöttünk. Na nézzük akkor a várunkat. Kérnék egy ilyet. Jöhetnek a további felszerelések. Akkor csapkodjunk? Csapkodni kéne nagy erőkkel, úgyhogy csapkodjunk nagy erőkkel. Sőt, dupla buzogányos. Legyen két nagy kövér lába is neki, azaz. És szeretnék még egy katonát. Hát ez ilyen félig már csont és bőr, szegényke, vagy hát már alig bőr. Na, tudok itt még valami nagy testet adni neki? Hát van itt még egy csontváz. Jó, egy fejet is neki. Mennyi? 34 mana? Az nem fog menni. Ez egy 30. Jó, hát akkor a marcon a lábaktól is el kell tekinteni. Viszont a kigyúrt karoktól már az se fog menni. Gyerünk, infláljuk szépen itt a testrészeket. Amennyire lehet. 29 manánk van, hát az kvázi semmire nem elég. 37 mana kéne, úgyhogy lehet, hogy egy kicsit gyengusabb testbe rakom. 34 még így is. Mit tudnék kezdeni? Esetleg egy ilyen szimpla... Még így is 32. Jó, valami kis csonkaláb. Mondjuk cipő már legyen rajtad. Jó, 29 pont. Akkor jöjjön, aminek jönnie kell. Én szépen átveszem uralmat a nagy zombi katona felett, és öljed. Hoppá! Hát amit látjátok, nem sokáig tartott az elődje az egésznek. Ó, közben a kutyuládékat ott az agyon villámozzuk, de itt már jönnek a katonák! Jönnek a katonák délkeletről, hajrá! Probléma az, hogy előbb vagy utóbb körbe fognak keríteni minket, és az nem lesz jó. Nem baj, a mi célunk az, hogy minél több pénzt zsákoljunk be, és abból utána fejleszünk a két küldetés között. Hát most már 374 pénzem van, ami sok mindenre azért nem elég. De hát ha, gyerünk, még több mana, kellenek a testrészek. Hál' Istennek azért a vár egész strapabíró, bár ha egy ilyen sereg így körbeáll minket, akkor abból még nem lesznek jó dolgok. Illetve még el tudjuk adni a nem kívánt testrészeket is manáért, ez csak így most jut eszembe, teljesen véletlenül. Na lássuk akkor, csinálni kéne itt mondjuk nagyon erős lényeket, akik így széjjel küldik ezeket a támadóimat. Na lássuk, lábak. Zombi láb. 61 maná, nem, 51-ért feléleszthetjük. Jó. Milyen kis vézna szerencsétlen. Jó, agyonvertük, de mindjárt meghal a másik. És közben jönnek a farkasok. Jó, átváltunk farm üzemmódra, hogy meddig tudunk kitartani. Tehát, hogy most már egy ilyen terjeszkedős menedzser játékból átváltottunk túlélő menedzser játékba. Jó, mi? Ó, és meg is tudjuk javítani a holtakat? Ott meg szegényke elporlott teljesen. Ojjaj, baj van Houston. Jó, most már próbáljuk meg kimaxolni, amit lehet. Gyerünk. Lehet, hogy még egy villámcsapást így beizzítok nekik. Jó, ezt még pont túléltük. Hatalmas nagy kutya és cecelégy falkák északról. Gyerünk. Jó. Pénzünknél leszünk, az biztos. De további pusztítás várható. Nincsenek jobb képességeink? Mondjuk valami, ami így manát ad? Na lássuk, mit tudunk még itt csatasorba szólítani, vagy egyáltalán tudjuk valamivel fejleszteni a várunkat? Jó, a csontvázakat kimaxoltuk.
a regenerációt növelhetjük. Az jó. Viszont ennek is kell visszatöltődés. Rendben. Na, akkor kellenének nekünk a testrészek. Kár, hogy egyszerre csak egyet lehet csinálni, kivétel, ha emeltettük sablomba őket, viszont a buzogányos kar az több, mint pusztító, úgyhogy azt preferálnám, köszönöm. Kirakom ezt a bumburnyák fejet, meg akkor, hát láb, lábikó. 52-ért csináltam is, 20-20 sebzéssel, nagyon jó, és még egyet csinálunk, aki majd, hát nem tudom, valaki, aki tankolni is fog mondjuk. A kard az azért nem jó, mert az úgy viszonylag kicsit sebez maga előtt, de mondjuk 2 nyílpuska, talán egy zombi test, egy ilyen kis mágus test, fej, bocsánat, meg hozzá egy ilyen hatalmas nagy csontvázláb, és ez 30 mana, szuper! Na mehettek gyerekek! Ú, délről is jönnek, ez nagyon nem jó hír nekünk. Ú, ott jön valami kék, kéknek tűnő akármi, csak az kicsinálja ott a katonáimat. Ó, délen baj van, délen baj van! Íj. Na lássuk, a villámhoz mit szóltok? Oké, manánk az lett legalább. Valami kis ikomat, katonát nem tudok így ide húzni. Aki egy picit itt feltartóztatja őket legalább. Jó, eddig tartott a katona. Nem baj, itt van kigyúrt Jóska zombi. Íjj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 
Igazániból, ha nem ölnék meg magukat, tehát több range-et kéne. Több range DPS. Akik távolról széjjel lövik meg, varázsolják ezeket. Ó, kutya sereg, északról megyek is. Nem kaptam esetleg jobb felszerelést. Jó, dupla íjász puska, az jöhet. Testnek jó lesz ez. Van 59 manám, úgyhogy azzal nincs probléma. Meg lábat is tegyünk, és 32-ért már is egy ilyen dupla íjász puskás kigyúrt zombi. Úgy, több mana is jöhet. Csak ne menj oda rájuk, könyörgöm. Sírva könyörgöm, mert meghalsz. Hát persze, hogy nekik megy. De ezek nem komplettek, esküszöm. Jó, azt hiszem, a várunk elesett, de minden vereség mögött benne van az új kezdet lehetősége. Villámvarázslatom sincs, és azt hiszem, itt a vége. Romlott szentélyünk elbukott, de legalább anyagilag megérte, és akkor nézzük itt a fejlesztést. Ezzel haza tudnám teleportálni őket. Ennyi pénzem nincs. Ennyi sincs. Ennyi sincs. Ennyi sincs. Hát akkor ez így eléggé egyértelműsíti, hogy mit fejlesztünk. Mondjuk a nekromanta asztalát tudnánk fejleszteni. És akkor már zombi testrészeket is kapunk. Ohó! És a következő szint az már az lenne, hogy gyík testrészeket is kapunk naponta. Na, és akkor így vágunk neki még egy kalannak. Megnézzük, hogy meddig jutunk. Hajrá! Gyorsan összelegózok itt magamnak valami kis szerencsétlen flótást. És akkor már is megyek. Szerintem őt így el is engedem, hogy tegye a dolgát. Itt van nyeszlet kis várunk, 10.000 HP-val. És ja, rakok ki még egy zombi cseket. Bár igaz, hogy még nincsen olyan jó karunk, tehát egy ilyen dupla lábossal azért nem sok mindent tudunk így elkövetni az emberiség ellen. Á, de lett még egy varázspálca, úgy már jöhet, csak még egy lábat is rakok rá, mert úgy fog tudni járkálni. És már támadnak, állj! Jó, hát kell itt a mikromanagement erősen. Lőjed a cecelegyeket! Sok a gomba, nem baj, jön vissza a haver. Ő is segít egy kicsit a DPS-ben. Jól van. És pénz. Jó, el kell menjek erre, mert innen jöttek ezek a gombák. Itt fel kell számolni. Igen, tehát minél messzebb megyünk, annál nagyobb az esélye annak, hogy több ilyen
szutyadékot találunk, amik után elkezdik folyamatosan fosni felénk az ellenfeleket. Tehát a legjobb taktika az, hogyha viszonylag kevés emberrel operálunk még az elején, aztán utána egybeeresztünk ki sokat, addig meggyűjtögetjük szépen kevés emberrel a manát. Szerintem ez működő taktika lehet, hát most meglátjuk, hogy ezzel meddig jutunk. Ja, ott kardozza, de hogyha ki... Ó, nem! Ennélkül is jönnek az ellenfelek. Jó, csak térd ki előlük, köszi. Jaj, de jó, meghalt. Hát, ja, de nem! Életben maradt. Halleluja, akkor ezek a pókok, hál' Istennek, sok vizet nem zavarnak. Viszont a cecelegyek azok vészesen közelítenek a bástyánk felé. Bástya elvtárs, tüzet nyis. Gyerünk, közben én megyek egy kicsit fosztogatni itt a sírokat, hát ha találok jó hozzávalókat, nyersanyagot. Újdonsült seregem felállításához. Gyerünk, toljad neki, dobják a manát is, szuper, meghaltak azok a szutyadékok, jó. Újabb pók vagy gomba osztagot nem kérünk, és... A villámló bot! Szuper! Jó, most gyakorlatilag itt maradunk még itt a... Citadellánk környékén, és ezt a régiót próbáljuk meg kicsit így uralmunk alá hajtani. Közben kaptam újabb testrészeket. Kaptam zombi testrészeket. Nyami, nyami. Jó, egyelőre tartalékoljuk, nem akarom, hogy túl sok lényem túl sok felé menjen. Bár az gyors fejlődést eredményez, viszont nagyon hamar szerintem ránk fog szabadulni mindenhonnan mindenki. Itt van egy ilyen távollátó torony. Ó, és ott van egy kripta, meg egy oltár. Ami ad nekünk manát minden áldott reggel. Szuper. Na várjunk csak, hol vannak az ellenfelek? Ó, cecelegyek. Cecelegyek. Jó, muszáj leszek akkor feléleszteni egy zombit. Adok neki lábakat, úgy van. Test. Hát jó, ez egy még egy elég nyeszlett zombi lesz, de legalább zombi. Erős is. Bár nem, ezt a jó sisakot még nem adom rá. Kicsit még korainak érzem, és ja, hát ez még így olyan, mint a költségvetés, hiányos, szóval kell még neki egy jófajta ípuska, igen, ípuska, dupla ípuska, úgy van, és akkor ezzel agyonlövöm a cecelegyeket, na gyere szépen, lőjed. Hú, miket lő ez? Hú, és most lövi a semmit konkrétan. Sok agya van, az biztos. Közben nézem, hogy itt mi folyik gyöngyösön. Oké, cecelegyek érkeznek. Ezt miért nem kapod el, és hódítod meg? Hoppá, ott is van ám valami csúnyaság. Azt is, ó, és az köldi a taknyokat. Új nap virrat ránk, új testrészekkel. Mi újság itt gyöngyösön? Ez hová megy? Az a baj, hogy nem lehet nekik megmondani, hogy ne menjél el, he. Mert ezek mennek folyamatosan. De ahogy nézem, ó, hogy kinyifantotta a támadókat. Viszont a déli féltekéről nagyon sok lény érkezik irányunkba. Hát reménykedem abban, hogy az ellenfeleket sikerül feltartóztatnom így szép apránként. De közben nézzük meg, ó, a villámcsapás támadás az kell. Kettes szintre egyből. Mert az jó, és ki kéne nyifantanunk egy újabb búvóhelyet. Tök jó, hogy még itt van kettő darab kocsi tele nyersanyaggal, és még azokat se lánlokkoltam. De se baj, megyünk tovább. A jó hír az, hogy sikerült itt egy manabányát is találnom, szóval minden nap kapunk manát is, ingyen, teljesen ingyen és bérmentve. Gyerünk, úgy de lassúak ezek az élőholtak. Ezek a legyek meg gyorsak. Gyerünk, oké, jó. Egy kis takonyírtás. Nem rossz. Ó, hogy már csak ő maradt? Hát jó, akkor valamit majd erre is kitálunk. Ó, új nap, nagyon jó. Akkor ismételten egy ilyen dupla íjászpuska. Rakunk rá egy ilyen jó kis varázssipkás fejet, és kettő lábat. Ez már majdnem egy épkézláb rothadófélben lévő zombi, nem? Kár, hogy nem lehet itt sorozat gyártani őket. Menjél. És neki van varázspaj? Van varázspajzsa. Na az például király, mert ami hozzáér, amíg a pajzs fenn van, az kvázi szétporlad. Teljesen jó ez. Na, egy pajzs, és legyen egy kard is hozzá két lábbal, és hát még mindig egy ilyen nyüzüge test. Oké.
Ó, megyünk, együtt mozgunk, jó haverok? És kinyiffantunk mindent, kit, aki szembe jön szépen, és szedünk sok-sok pénzt a gazdának. Ó, az ott micsoda? Nem menj a közelébe, mert meghalsz. Úgy, köszi. Ó, kaptunk egy jó kis testrészt. Jó, egyelőre béke van. Egyelőre béke van, de próbáljuk itt a cecelegyesdit felszámolni. Itt kevesebb lény és kevesebb takony jöjjön a várunk felé. Oké, nagyon szuper. Jó, szerintem ez az a pont, ahol már kár visszafogni magunkat, és jöjjenek azok a lények, különösképpen azért, mert itt vannak az ajtónk előtt. Jó. Akkor egy ilyen kigyúrt zombi következik, karddal és buzogánnyal, kap egy lábat is, és hát egy ilyen kicsit csicska lábat meg testet, de jó lesz az, ha... Ja, de ennyi manánk nincsen. De mindjárt csinálok ennyi manát. Mondjuk csinálj, adjuk el ezeket. 41, szuper! Akkor éj teremtménye... Az igen! Konkrétan akkora karja van, mint egy másik zombi. Fullosan. Úgy. Ezt már szeretem. Mi folyik így gyöngyösön? Jó, innen ne jöjjön ki még semmi. Én pedig ezzel föltartóztatom az érkezőket. Fogadóbizottságot játszva. Azt nézem meg, hogy... Jó, ott kijött ez a valami. De nem tudom mi az, és ez miért megy oda a közelébe? De ne! Mert sérültök! Ah, Istenem. Olyan nehéz jó alkalmazottakat találni, de olyan nehéz... Áj! Jó, egy cecelégy meglógott. Már nem. Gyerünk! Hatalmas csap, ökölcsapás hadművelet. Jó, szép. Szép. Jó, ott jönnek újak. Sose érem el az aranyat. Na, mit találtunk? Úgy látszik, sikerült lerombolni a gyárat. Ó, plusz egy páncél. Na, ez jöhet. Ez mindig jöhet. És az a jó, hogy ez így rárakódik a meglévőekre is. Várjunk csak, tudlak titeket regenerálni? Ez nem lenne rossz. Aha, tudtam, tudtam. Nagyon jó, nagyon jó. Igen, minél inkább meg tudjuk őrizni a lényeinket életben, annál jobb, mert legalább így sokkal többet nyerünk vissza egy lényből. Meg nem utolsó sorban ott maradnak, ahol vannak, tehát nem kell azon izgulni, hogy nem haladunk sehova. Csapjad le őket? Gyorsan, légy csapó. Úgy. Hát ez a kard nem valami effektív, hogy finoman fogalmazzam. Van 32 manánk, szóval manából sem vagyunk ám úgy eleresztve még, de legalább pénzünk az mindjárt lesz. Kakasszóra. Ó, újabb testrészek, meg egy kis mana. Oké, cecelégy. Oké, volt, nincs cecelégy. És még mindig élnek a korábbi zombiaink, ami dicséretes. Maradok itt őrzővédőzni. Ezzel a kigyúrt csávóval, vagy néhai csávóval. Közben újabb takonyhordák közelednek. Ráadásul innen is. Hoppá. Nézzük meg, hogy ezek hol vannak közben. Mit csinálnak itt? Jó, találtak oltárt meg bányát, ami dicséretes. De el kéne... Mit lődőznek ezek konkrétan? Szedik a manát. És te hol vagy, fiam? Ó! Oh. Jesszus! Na jó. Öljed, lőjed. Ó, viszont a nyílpuskával kifejezetten hatékony tud lenni. Na, de hol vagyok én? Ah. Jó, a taknyokat megállítjuk. Remélem, hogy az a varázsló az... De, sikerült meghalnia. Kájtolt, gyerünk! Került ki. Jó, hát egyértelmű, hogy ojjajjajjajjaj, baj van a haza. Ér vissza, gyerünk. Ó, vagy pedig egyből kirakunk ide egy ilyen nagy-nagy emberkét. Nagy-nagy testtel és pajzsokkal meg lábakkal. Hogy állítsa már meg itt a népeket. Mennyibe kerülné te? 60 és van 78-unk. Oké, gyere csak. Ó, micsoda lábak. Hát te is skippelted a lábmapot biztosan. Oh, oké, jó, agyon csapta az összeset. Így gondoltam én is.
Ja, hogy te még dobálod itt a buzogányokat, vagy miket, késeket. A késes gyilkos. Kutyák! Úristen, kutyák! Jó, a kutyák konkrétan megették a hős zombivat. És nagy erőkkel lakmároznak a kastélyomból is. Nem, hát buzogány kell. Ennyi. Kb. Vagy a távolsági DPS, vagy a buzogány. Ez a kettő életképes jelenleg a játékban, amíg nem lesz valami jobb. Kettő ilyen, nagyon jó. Egy kis zombi, zombi test. Úgy van, láb. És ez így 36-ba kerül, hogy duplán osszuk nyílveszővel a halált. Jó, menjünk. Ez az. Van valahol felkiáltója? Ó, onnan jönnek még katonák. Azokat szerintem agyon csapja. Úgy. Öljed a cecelegyet. Azaz. Hát ez szuper. Te hol vagy? Jó, ne hajj meg. Jó, te hol vagy? Jó, agyon veretem vele a kutyákat. Új nap villat ránk. Jó, kapunk egy ilyen csinálok egy ilyen villámvarázslót. Akinek legyen mondjuk, kivételesen legyen pajzsa. Hát ha úgy életképesebb lesz. Egyetlen egy probléma, hogy manánk az éppenséggel nincsen. A kardot azt bezúzom, és akkor így lesz pénzünk rá. Megérkezett a villámvarázsló. Hát csak meg kellett halnia az egyiknek. Csak meg kellett halnia. És megy oda tankolni, érted? Mint hogyha nem lenne holnap. Jó, hát agyat azt nem narkunk bele. Azt senki nem mondta, hogy agyunk is lesz a művelethez. Közben mi történik? Azokat zsákold már be, babám. Köszönöm. Ez mit is csinál? Több testrész naponta. Ez meg itt van egy kastély. Ó, Jézus! Hát mi történik itt? Mennyi kutya jön ebből? Ja, és onnan is jönnek emberkék. Oh-oh. Cecelegyek minden irányból. Oké, néha itt cecelegyek. Hát valahogy itt kéne koncentrálnom a haderőt. Csak nincsen már manám se nagyon. Sőt, seregem sincs nagyon. Azt hinné az ember, hogy itt ilyen hatalmas nagy zombi sereget fogunk tudni felállítani, de sajnos nem! Sajnos nem! Gyerünk, gyerünk, gyerünk! Ó, jönnek a kutyák, jönnek a kutyák! Rossz csapatba ütöttél. Jó, ez már jobb volt egy fokkal. Jó, kell itt egy dupla buzogányos lehetőség szerint, vagy valami legyen még távolsági lépés. Jó, 48 mana, rendben, gyere! Ne menj bele! Ezeknek semmi agya nincsen. Jó, mondjuk egy üres koponyával mit beszélgetünk? Jó, hát volt már szebb állapotban is itt a citadella, de legalább még életben vagyunk. Jó, és még másik két szolgám valahol távol kalandozik. Jó, hát igazándiból itt előbb-utóbb biztos el fogunk vérezni. A kérdés csak az, hogy mennyi pénzt tudunk addig felhajtani. Ó, kutyák, 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 taknyok, kutyák és taknyok. Ajjaj, ezt meg fogja sinleni a citadella, és még egy kutya sereg jön még délről. Ezek nem lehet megállítani. Oké, sok pénz, legyen az. Gyerünk. Na jó. Mit tudunk még itt bevetni? Lássuk csak. Van egy ilyen, az jöhet. Egy távolsági, meg még egy távolsági, két láb, szuper, és akkor 30-ért már is csinál... Nem, mert még teste nincs neki. Na, melyik a legdurvább test? Ez 90 HP, ez meg 60 HP. Viszont lassabb. Jó, jó lesz ez. És akkor csinálunk még egyet. Hát, ha belefér 26 manába. Ó, varázsló! A varázsló! Szuper! És pont kereken 26 mana! Zseniális! Jó, megérkezett a felmentő sereg. Adjunk az ebeknek, gyerünk!
Azaz, fogynak az emberek, szuper. Ó, cece legyek, de hogy elfogynak? Hogy elfogynak? Ezt akartam látni. De erről is csapásmérő alakulat érkezik. Van az a varázslat, lehet, hogy egyébként azt kéne kifejlesztenem. Opa! Hát ezek elfogytak. Tehát azt kéne kifejlesztenem, amivel így hazahívom a minden zombit. Lehet, hogy úgy jobb lenne a túlélési esélyem. Se baj. Jó, most már kihozzuk ebből, amit lehet. Lehet, hogy a harcot elbukjuk, de a csatát még nem vesztettük el. Vagy lehet, hogy rosszul mondom. Jó, a csatát elveszítjük, de a háborút még nem. Még. Mert újra éredünk. Minden áldott reggel. Kutyik. Jó, ez egészen addig folytatódhat, amíg kellő mennyiségű és gyorsaságú ellenfél körbe nem veszi a váramat. Vagy esetleg el nem vesztem ezt a nyilas misit, aki egy hatalmas nagy szolgálatot tesz a nemzetnek. Hoppá, cecelégy, takony. Azt jó lenne még látni, hogy ki mennyi kilt zsáko, ó, pajzsos test, egy hóvihar, és még kellene, hát jó, nyílpuskázni fog, legyen varázsló, és adok neki kettő lábat, az egyiken cipő is lesz, 34 manáért, ó, amilyen kis nyüzüge, jobb híján. Na, neked mit adjak? Ez ugye, ez a fejsz, ez dobál, ilyen dobálós. Jó, dobálós kardos leszel. Hajrá! Hoppá! Jaj, ne! Oh, idióta! Mi történt? Goblin workshop! És ez javítja a tornyot? És javítja? Úgy tűnik, javítja. Ja, most már másodpercenként javítja. Ó, túlélési esélyek növekednek. Szép, szép, szép. Na jó, elmegyünk valameddig most már pénzt csiholni, mert ennek a felese tréfa. Gyakorlatilag be vagyunk szorítva, és csak így sorban gyülekeznek most már a csapásmérő alakulatok. Jó, igazából ez addig megy, amíg nem fejlődünk el odáig, hogy egyből olyan lényeket tudjunk hozni, akik így életben is maradnak, de legalább gyorsan összerakják ezeket a csapatokat. Mondjuk így, de ennél gyorsabban. Költséghatékonyság. Jó, egy villámcsapást nekik. Szuper, minden cecelény megpusztult. És a bázisunk még több, mint jó állapotban van, ahhoz képest, hogy milyen körülmények uralkodnak itt körülötte. Jaj, nagy piros felkiáltójelek gyülekeznek minden irányból. Jó, azt a manát azért így bekérem. Gyógyítsunk magunkon. Úgy. Nincs AOE-m, nincs AOE-m, és beértek a cecelegyek, meg a támadó aramiák is. Gyorsan verd nagyon a cecelegyeket közben, jobbról balról taknyok. Úgy. Jó. A baloldali takonycsoportot is iktatom. Kutyák. Jó, szép. Ennyit az állatvédelemről. Tényleg zombi kutyákat mi nem tudunk csinálni? Na, nézzük közben, mit tudunk. Varázslat jöhet, buzogány jöhet. Minél marconább testet akarok. Valami pajzsos fej, szuper, és valami kigyúrt láb. Rendítsek. Össze is áll 48 manáért. Itt van a Jencike. Gyere, Jencike. Te leszel az új kedvenc. De így lehet farmolni. Jó, én megyek a pénzért, a másik közben írtja a kutyákat, csak meg ne egyék a kutyák, de megeszik a kutyák, mert egy idióta. De miért csinálja ezt? Lőjed. A kutyák elérték a kastélyt, jó. Kutyák lelőve. Csapjad úgy. Sorozzad! Még nem töltődött fel a villámvarázslat.
közelükbe kell maradnom. Jó, a legyeket mindjárt lecsapom. Ú, nem túl jó. Oké. Kutyák meg hadsereg. Kutyák meg hadsereg. És még egy kutya falka. Oké. Valamit ki kell találni. Nézzük, mi lenne itt a legdurvább. Dupla egy buzogány. Egy kard. Fej, test. Láb, tök mindegy, csak jöjjön. Még egy test. Jó, íjásznak is rendben lesz. És kapjon egy ilyen kis zombi fejet. Ez is rendben lesz. Hú, de jól nézel ki, barátom. Ó, megmenekültünk. De mi? De miért? És hogyan? De miért öli meg magát? Miért gyalogolnak bele közvetlenül az ellenség sorainak kellős közepébe? Meg kéne határozni egy ilyen viselkedést az AI-nak. Nem ártana, ha kicsit tanulnának viselkedni. Oké, jó, kis takony meghalt. Viszont a kutyák azok nagyon ott rágják a kerítést. Oké. Cece legyek. Délkeletről kapnak varázslatot. És honnan jönnek ezek a seregek? Innen. Ó, oda sose érek el. És hol vannak a zombiaim? Jó, örülök, hogy te itt vígan el vagy, de kéne egy kis segítség. Hát ezek itt vígan kalandoznak, én meg itt egyedül tartóztatom fel a véget nem érő áramlatokat. Jó, a miliciának annyi. Jó, azért a mana probléma az megoldódni látszik, viszont hatalmas nagy kutyafalka és milícia közeledik a várhoz. Gyerünk. Ezeket így intézzük. Ó, még cece legyek is. Jó, most már hozzuk ki, amit lehet ebből a helyzetből, nem érdekel. Jöjjön, aminek jönnie kell. Fej, test, láb, kéz, minden. Kéne egy olyan gomb, amivel így instant kirakja a bármit, amit lehet. Az úgy nagyon jó lenne ilyen helyzetekre, hogy tök mindegy mi van, az a szia anya, hol vagyok, leszarom, gyere értem. Oké, megmenekültünk, talán még esetleg, és tudom javítani itt a helyzetet? Nem, az a várra nem hat. És legalább mind a két zombi az megpusztult. Köszönöm szépen. A kutyák itt már gyilkolnak le mindent. És ennyi volt a vár. Na, hát fiúk, lányok, ez lett volna a Nekrokovács. Én pedig megköszönöm szépen a figyelmet. Szerintem ez egy egészen jó játék, úgyhogy tudom ajánlani kipróbálásra mindenkinek, akik hozzám hasonlóan szeretne zombi seregeket építeni különféle testrészek összefoncelésével. Találkozunk legközelebb, és nagy-nagy köszönet mindenkinek, aki a csatornát aktívan is támogatja. Addig is mindenkinek jó félcelést kívánok. Szerbusztok!